A tartós hideg beálltával újra egész nap nyitva áll a Göncz Pál utcai krízis szálló a rászorulók részére. Az ott tartózkodás feltételeiről és intézményi feladatellátás bővüléséről Holácsik Mariant, a HKSK intézményvezetőjét kérdeztük. November hónapban megnyílt Hajdú Szoboszlónak krízis szálló. Hogyan történik most itt a személyek befogadása? Ebben az évben a járványügyi veszélyhelyzet miatti kijárási korlátozás életbe lépése óta tart nyitva a krízisszálló, valamint november 27-e óta nappal is nyitva áll. Feltételhez kötött az ott tartózkodás, előzetes tüdőszűrő, orvosi vizsgálat után lehet igénybe venni, valamint szakbizottsági döntés alapján a COVID-antitest szűrést is el kell végeztetni, amely kimutatja, hogy átestek-e már a koronavírus fertőzésem. Milyen a létesítmény kihasználtsága? E három dolog megléte esetén vehető igénybe a krízisszálló. A 16 főből jelenleg 9 fő rendelkezik érvényes orvosi igazolással, így csak ők tartózkodhatnak a szállón jelenleg. Természetesen feltétel, hogy az érvényben lévő házi rendet is maradéktalanul betartsák. A tavalyi évhez hasonlóan idén is 4 fő látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat. Mi történik, hogyha valaki beteg lesz esetleg? Idén kialakításra került egy úgynevezett karanténlakás egy udvarban a krízisszállóval közvetlenül mellette, amely azt a célt szolgálja, hogy megbetegedés esetén elkülönítve tudjuk a megfertőződött hajléktalan személyt ellátni. Milyen új szolgáltatásokkal bővül az intézmény feladatai? Képviselőtestületi döntés alapján új szolgáltatási formában bővül intézményünk feladatellátása. Hamarosan indul az utcai szociális munka, reményeink szerint a jövő év elején, melynek engedélyeztetése jelenleg folyamatban van, és természetesen nem csak télen, hanem egész évben is ellátja a hajléktalansággal kapcsolatos feladatokat.